Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Míg Soros György az éghajlatváltozásban és a nyitott és zárt társadalmak globális uralomért folytatott harcában, addig Elon Musk egy esetleges világkormány létrejöttében látja a végzetes veszélyt a civilizációnkra nézve. A mai adásunkban elsőként e két civilizáció elméletet vitatjuk meg. Értetlenségét fejezte ki egy amerikai lap amiatt, hogy a Biden adminisztráció Magyarország ellen kultúrháborút finanszíroz a USAID-en keresztül. De milyen jogot formál Washington arra, hogy beavatkozzon egy szuverén nemzet belügyeibe? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Bogár László, aki szerint a világ természetes létmódja, hogy nagy kultúrák léteznek egymás mellett. A nyugat végzetes tette, hogy összenyitotta ezeket és egy univerzális civilizációba kényszerítette őket. A fedő ideológia célja a társadalmi szövetek szétzilálása. Ezt már Schiffer András mondja. A stúdióba várjuk Elsimon Lászlót, aki szerint nagy kérdés, hogy vajon milyen demokratikus felhatalmazás alapján szólalhat fel Soros György egy olyan biztonságpolitikai konferencián, ahol nélkülözik Európa több legitim vezetőjét. És itt lesz velünk Fodor Gábor, aki úgy éli, hogy nincs világkormány, hatalmi centrumok és feltörekvő hatalmak léteznek. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. És elgondolkodtam rajta, hogy mi lenne, ha egyszer azokat a beszélgetéseket, amelyek itt a főcímen indulása előtt mennek, kiadnánk a nézőknek. Szerintem iszonyatos magas nézettsége lenne, de most arról van szó, hogy Dubajban, hol másütt, volt egy világkormányzási csúcs találkozó, Davos után alig több mint egy hónappal, ahol Elon Musk igazán izgalmas dolgokat fogalmazott meg. A civilizáció védelmében például nagyon fontosnak tartja a szuverenitást és a nacionalizmust. Mi erről a véleményetek? Az elmúlt 5000 év során alakult ki az a világ, amit világnak szoktunk, ha már világkormányról beszélünk, amit egyáltalán világnak nevezünk. Igen ám, de ebből az 5000 évből 4500 év egészen biztosan úgy telt el, hogy maga a szó azért nem létezhetett, mert az első 4500, mert ugye 5000 évvel ezelőtt jöttek létre az első nagy kultúrák, ma ugye többnyire a kultúrákról beszélgetünk, meg az emberiségről, meg a világról, hogy kell-e a világot kormányozni. Tehát 4500 év egészen bizonyosan úgy telt el, hogy a nagy kultúrák, tehát nagyjából az az egy tucatnyi nagy kultúra, ami akkor létezhetett, benne mondjuk Kína, meg India ősi kultúra, vagy az ősi Egyiptom, Mezopotámia, nem is tudtak többnyire egymás létezéséről sem. Ők voltak a világ. Tehát az a világ, tehát számukra az volt a világ, az a nagy kultúra volt a világ. Tehát ami 500 évvel ezelőtt történt, és amit azt hiszem vicces módon ma is úgy tanítanak a középiskolai történelemkönyvben, így szó, hogy nagy földrajzi felfedezések, és akkor ebből a tudásszony hajtotta a nyugati embert, mert ugye a nyugati embert, hát nem a tudásszony, hanem mondjuk, ha már itt tartunk, akkor inkább az arany iránti éhség. Tehát azért egészen más volt a motiváció, és hogyha a világ többi része tudott volna arról, hogy mi fog következni a következő 500 évben, és mondjuk demokratikus népszavazást tartottak volna arról, hogy kedves világ, akarod-e, hogy a modern nyugat felfedezzen téged, akkor egész biztos, hogy a világ többi része azonnal azt mondta volna, hogy már még csak az kéne. A nyugat összenyitotta, a modern nyugat összenyitotta ezeket a civilizációkat, de pontosabb, ha a nagy kultúra, ugye Oswald Spengler éles különbséget tesz kultúra és civilizáció között, tehát, hogy a végére érjék ennek a gondolatmenetnek, én a modern nyugat végzetes tettének gondolom a világ összenyitását. A világ természetes létmódja az, hogy nagy kultúrák léteznek egymás mellett, és ha valami érdeklődést mutatnak egymás iránt, akkor esetleg együttműködnek, de ha ők úgy gondolják, hogy az egy zárt univerzum, amiben ők élnek, akkor hát célszerű lett volna ezt a jogukat mindenféleképpen fenntartani. Tehát én, hogy akkor most egy követ dobjak,
ennek a még el sem kezdődött beszélgetés tavának a vizébe. Én úgy érzem, hogy az, hogy használjuk ezt a kifejezést, hogy létezik a világ, ez egy végzetes tévedés, és a modern nyugat végzetes tette, hogy úgy gondolta, hogy helyes dolog univerzális civilizációt létrehozni. Musk szerint egyenes út a bukáshoz. Hát már csak azért is, mert ezzel az univerzális civilizációval valójában a saját értékeit, a saját létértelmezését kényszerítette le, és hogy milyen brutális léterőszakkal, arról azt hiszem nem egy műsort, hanem egy egész műsorsorozatot megtölthetnénk, végtelen és brutális léterőszakkal kényszerítette rá, és tulajdonképpen kényszeríti ma már kicsit oldottabb eszközökkel, tehát nem katonai erővel, hanem mondjuk kereskedelemmel, pénzzel és médiával a narratívák háborújával. Hát ez történik. András? Hogy is volt ez az idézet, amivel nyitottál? A civilizáció védelmében fontosnak tartja a szuverenitást és a nacionalizmust. Jó, akkor először erre reagálok, aztán amit professzor úr mondott, ennek nyilván némi megszorítással, de annyiban igazat tudok adni Elon Musknak, legalábbis ennek a mondatának, hogy a civilizációk fennmaradásának kulcsa az, hogy a helyi közösségek, a helyhez kötődő embernek a lokális tudata fönnmaradjon. Tehát a Lányi Andrásnak van az a mondása, hogy a földet megvédeni nem lehet, neki csak a saját földjét tudja, és hát ebben van egy nagy igazság, hogy egészen addig bízhatunk abban, hogy a bolygót, a természeti erőforrásokat a jövő nemzedékek számára meg tudjuk őrizni, hogyha megmaradnak a természetes közösségek, amelyek alapvetően helyben értelmezhetőek. A kultúra is alapvetően helyben értelmezhető. Szándékosan tettem egy pici distinkciót szövegszerűen attól, és ez is kértelek, hogy olvasd fel újra, amit Elon Musk mondott, mert a legmagasabb szint, ahol az ember egyáltalán helyhez kötötten értelmezni tudja magát, az a nemzetállam. De rettenetesen fontos lenne, hogy a bolygón olyan szuverén nemzetállamok tudjanak egyébként a globális kérdések eldöntésében, megvitatásában egymással együttműködni, amelyek egyébként erős öntudatú helyi közösségekből állnak össze. Amit pedig professzor úr mondott, én lehet, hogy nem fogalmaznék ennyire élesen, hogy a nyugatnak a végzetes tévedése a világ egybenyitása, mert hogy egész egyszerűen a technológiai fejlődés is okozta ezt az egybenyitást. Én ott látom a végzetet, ha már erről beszélünk, hogy az a szabadkereskedelmi világrend, amiben létezünk, a globális kapitalizmusnak a jelenlegi iránya, nem azért, mert valakik valahol összeesküdnek Dubajban, Davosban, vagy Münchenben, vagy bárhol máshogy, hanem a dolognak az inerciája ilyen, az egész egyszerűen eltakarítandó akadályt lát minden erősen tudatú természetes közösségben. És én pontosan azt látom, hogy öntudatlanul a rendszer termeli ki magából azokat a mechanizmusokat, azokat a fedő ideológiákat, lásd a woke-ot, amiknek kimondott céljuk az, hogy különböző irányokból, de a társadalom szöveteit szedjék szét. A nyitott társadalom politikája az nem más, mint a társadalmak felszámolásának a politikája. És ott, ahol a A múltat végképp eltörölni például? Mert én ezeket nem mostanám azért, ez nem most, nem, azért az egy egészen másik időszak volt a 19. század vége. Tehát pontosan, hogy maga a kapitalizmus nem globalizálódott annyira, amennyire most. Én azt gondolom, még egyszer mondom, hogy annélkül, hogy bárki egy forgatókönyvet megfogalmazott volna, ami egyenes vonalú, egyenletes mozgással haladna előre a történelem, a dolognak az inerciája olyan, hogy amennyiben nem helyezzük erős kontroll alá a tőkemozgásokat, akkor annak a célja, vagy a beteljesedési iránya az, hogy a kultúrák végzetesen keveredjenek össze, a társadalmak essenek szét, és hogyha az emberek nem találnak társra egymásra, nincsenek erős helyi közösségek, nincsenek társadalmak, mert a társadalmi szövedékeket sikerül szétbombázni, akkor gyakorlatilag a globális nagy tőke úgy manipulálja az egyént, a szétesett társadalmakban magára maradt egyéneket, ahogy akarja. Most mivel szóba hozta András a nyitott társadalmat, mint fogalmat,
Elon Musk megjelenésével párhuzamosan Németországban Soros György is mondott egy beszédet, aminek a lényege az volt, hogy két kormányzati rendszer küzd a globális uralomért, a nyitott és a zárt társadalmakról beszélek, idézek most tőle. A lehető legegyszerűbben definiáltam a köztük lévő különbséget, a nyitott társadalom az állam szerepe az egyén szabadságának védelme, a zárt társadalomban az egyén szerepe az állam érdekeinek szolgálata. Ezt a kettőt most már ebben az összefüggésben is beszéljük meg. Laci? Egy pillanatra visszatérve Muskra, hogyha az ember egy bizonyos távolságban nézi az tevékenységét és megszólalását az utóbbi időszakban, akkor azt is mondhatná, hogy vannak dolgok, amelyekkel azonosulni tud, egyetért, vagy ami szimpatikus. Tehát a szólásszabadság keresztes lovag. Hogy például mondjak, az, amit az általa tulajdonolt közösségi média felületén tesz, illetve tulajdonképpen azzal, hogy visszaengedett sok mindenkit, akiket kitiltottak a Twitterről, és azt, hogy megszüntetett olyan ellenőrző testületeket, amelyek gyakorlatilag a cenzúra feladatokat látták el. Tehát ebből a szempontból teljesen ellentétes a folyamat mondjuk a meta univerzumban, tehát a Facebook birodalom tapasztalatokhoz képest. Tehát ezekre azt mondaná az ember, hogy ez így rendben van, szimpatikus, mégiscsak abba az irányba mutat, hogy a szólásszabadság az egy nagyon fontos érték. És amiket itt elmondott Dubajban, és ha jól láttam, akkor egy videó bejelentkezésen keresztül tette ezt meg, az is tulajdonképpen tetszetős. Csak számomra az ő esetében és Soros esetében is a legfontosabb kérdés az, hogy mégis mi a legitimáció? A pénz. Mi a legitimáció, mi az a demokratikus felhatalmazás, az a politikai háttér, az a választói akarat, az a társadalmi igény, amely az ő vagy akár Soros megszólása mögött meghúzódik. És én azt gondolom, hogy semmi. Ráadásul a legnagyobb ellentmondás, vagy egy ilyen önellentmondás az egészben az, hogy egyébként Musk annak a rendszernek a legfőbb haszonélvezői közé tartozik, amelyet egyébként kritizál. Tehát az a fajta globalizáció, amelynek a politikai veszélyére hívja föl a figyelmet, az részben neki köszönhetően teljesedik ki, és olyan dolgokat tud megcsinálni, amire egyébként normális esetben pontosan az általa szavakban védett szuverén nemzetállamoknak kellene, hogy legyen jogosítványuk. Gondoljunk csak arra a műholdrendszerre, amelyet ő működtet, és amelyet, hogyha úgy gondolja, akkor az orosz-ukrán konfliktusban, na a freudi elszólások, ugye? Tehát az orosz-ukrán konfliktusban a háborús felek egyike vagy a másik a szolgálatába tud állítani. Hát ez micsoda, hogyha nem egyébként a szuverén nemzetállami lét fölötti hatalmi struktúrának a kialakítása, annak a pénzügyi előnyeinek a kihasználása és a javainak a begyűjtése. Én nem tudom ezt máshogyan értelmezni, és ugyanezt tudom mondani Sorosról is, akinek ráadásul a Münchenben elhangzott beszéde az egy rendkívüli módon álszent beszéd. Hát arra építette fel a beszédét, hogy elkezdett beszélni a globális felmelegedés katasztrofális következményéről, ami egyébként igaz. És ebből most túl azon, hogy nem tudom, hogy végül személyesen volt-e ott, vagy ő is videóüzenetben jelentkezette be, mert azt nem láttam, csak a szöveget olvastam, de ha személyesen vett részt, akkor nyilván van magárepülővel érkezett Münchenbe, mint olyan máshova is ment. Tehát, hogy ennél farizeusabb tempót, hogy gyakorlatilag ő is és a birodalma is a szén-dioxid kibocsátóknál azok közé tartozik, akik hát ortáni nagy mennyiségben szennyezik a környezetet. De innen, gyakorlatilag abból a gondolatból, hogy a globális felmelegedés milyen problémákat okoz, eljut a zárt és a nyitott társadalomnak az összevetéséig, a saját maga megközelítésében nyilvánvalóan amellett érvelve, hogy az a fajta politikai konstrukció, amely egyébként a nemzeti állami létet is föl akarja számolni, az a helyes, az erkölcsileg és elfogadható irány is, miközben úgy csinál, mint hogyha ha belátná azt, hogy mindegyik a zárt és a nyitott, az ő által a zártak és nyitottnak nevezett társadalom is erkölcsileg az egyiket a másik fölé helyezi, aközben a végső konklúziója mégiscsak az ő írásának, hogy az ő pozíciója morálisan megkérdőjelezhetetlen, miközben azok, akiket bírál,
azoknak a pozíciója alapvetően erkölcsi alapon és erkölcsi alapon kérélezhető meg. Tehát ez egy óriási nagy ellentmondás, amiről szerintem nem ártana beszélni, és még egyszer mondom, nem tudom, hogy milyen demokratikus felhatalmazás van Soros mögött. Gábor? Igen, szóval sok mindent mondtatok, az igazság, tehát próbálok csak röviden reagálni ezekre, mert ezek tulajdonképpen messzire vezető gondolatok, mind Elon Musk-kal kapcsolatban, mind Sorossal, és bizonyos tekintetben külön is állnak. Szóval Elon Musk mást is mondott, mint amit itt idéztél, István, azt is mondta, hogy a különböző, azért jó, hogyha különböző hatalmi centrumok vannak, és nincs világkormány a világban, mert akkor, hogyha valahol probléma adódik, vagy valamit elrontanak, a másik civilizáció az kiegyenlítheti ezt. Szerintem ezek nem butaságok, tehát a Musk, ahogy te is mondtad itt, Laci, mond, szerintem kifejezetten figyelemre méltó dolgokat, és ez szerintem egy értelmes és okos gondolat volt. Az, hogy világkormány felkiáltással gyűlnek össze Dubajban, persze ez nagyon vicces és bizonyos tekintetben úgy van, ahogy mondjátok, legitimáció természetesen semmi a dolognak, és nem is kell különösebben miatta aggódni, mert azért egy világkormányhoz hatalom is kell. Ezeknek az embereknek persze mondhatjuk azt, hogy pénzügyi hatalma van, de ez csak egy, a hatalomnak egy formája és töredékes, mert ebből még nem következik az, hogy valóban politikai és katonai hatalmuk is lenne. De nem azt mondta, hogy nincs világkormány, mert szerintem az Andrásra, és meg én is úgy gondolom, nagyon is van világkormány, ma nagyon is van világkormány, tehát szerintem nem árt, ha ezt is vitatárgyává tesszük ma. Azt, tehát ez van. Az igaz ilyen farizeus viselkedés, kéne itt valami világkormány, miközben nagyon is van világkormány, ezt pontosan tudjuk, csak nem vallja be, mert nincs felhatalmazása. De ez jó is, hogyha vita kérdését teszünk, mert szerintem meg nincsen, azt gondolom, mert szerintem nincs világkormány. Tehát ezek, én tudjátok, nem vagyok hajlamos az összeesküvés elméletekre egyáltalán. Ami szintén a világkormány talált ki magát a szót az összeesküvés elméletre. De természetesen tisztelettel végighallgatlak benneteket e tekintetben, még akkor is, ha nem értek veletek egyet, de most elmondom, hogy miért nem értek veletek egyet. Szóval nincs világkormány, én azt gondolom, hanem vannak most is hatalmi centrumok szerte a világban, mint ahogy az Egyesült Államok is az, mint ahogy Kína is az, és vannak feltörekvő hatalmak is, és Oroszország is bizonyos tekintetben még komoly politikai és katonai hatalom, a gazdaságilag nem is olyan jelentős hatalom. Szóval vannak különböző hatalmi centrumok, és világkormány meg nem lesz egyelőre, de az, hogy mondjuk ilyen címmel hívnak össze tanácskozást, az mutatja azt, hogy sokaknak a fejében a gondolat persze megszületik, hogy lehet, hogy jó lenne, ha lenne valami ilyen típusú együttműködés. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, nemzetközi együttműködések vannak természetesen, és ez helyes, hogy van. Mert van ENSZ, ami természetesen nem világkormány, nyilvánvaló, de helyes, hogy van a nemzeteknek ilyen típusú együttműködése, és itt megint a Laci egy gondolatára hadd utaljak, bár te részben ugye Spenglerre utaltál ezzel kapcsolatban. Van fejlődés szerintem az emberi történelemben, én azt gondolom, haladunk valahonnan valahová, az a valahová például az emberi... Azt látjuk, hogy hova haladunk most. Például az emberi életnek a kiteljesedése, ami mind szabadságfokban, mind egészségben, mind gondolkodásban azt gondolom, hogy egészen más, mint évszázadokkal ezelőtt volt. Tehát ilyen értelemben van emberi haladás is. És ha már emberi haladásról beszélünk, Soroshoz visszakanyarodva, ilyen értelemben, segítségünkre volt, és hálásak lehetünk Sorosnak is, ezt azért nem szabad elfelejteni. Nagyon sokat András nagyon összehúzta. Nagyon sokat. Én is. Ne, húzzátok csak össze nyugodtan a szemeteket, azért is mondom, mert sejtem, hogy ti más gondoltok erről. Szóval Soros nagyon sokat tett azért, hogy Magyarországon szabadság és demokrácia legyen a 80-as és 90-es években, ezért azt gondolom, hogy hálásak lehetünk neki. De mit tett, Gábor, mondd már el. Hát nagyon sokat tett, többek között azért, mert szívesen elmondom neked, Laci, mert az a helyzet, hogy amikor ő itt megjelent a 80-as évek közepén, és létrehozta az alapítványát, amit akkor még csak a Tudományos Akadémiával közösen lehetett létrehozni, ugye ez volt a neve, hogy MTA Soros Alapítvány, akkor ez az alapítvány olyan civil szervezeteket és olyan önálló kezdeményezéseket támogatott, amelyek aztán a rendszerváltást segítették, kiteljesítették, és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ez egy sikeres, és vér nélkül lefolytatott, de egyébként rendkívül sikeres rendszerváltás legyen, mint ami Magyarországon volt. Ebbe Sorosnak nagyon komoly szerepe volt hozzátenném, és hálásak is lehetünk érte. Na most visszakanyarodva a müncheni gondolataira, a nyílt társadalom, ami egyébként szerintem egy helyes teória, tehát ő a nyílt társadalmakat azért tartja jobbnak,
mint a zárt társadalmakat, olyan, amelyekre hivatkozik, mint a kommunista Kína, Irán, ugye, amelyik tudjuk, ugye, egyfajta teokrácia, Észak-Korea, stb., tehát ismerjük a zárt társadalmakat. Ezekkel szemben a nyílt társadalmat azért tartja jobbnak, és azért tartja fontosnak a civil szervezetek támogatását, ahogy már a 80-as években tette, és ami nekünk milyen fontos volt, hogy a pártállammal szemben, meg a szovjet birodalommal szemben valahogy a közép-európai népek meg tudják szervezni magukat. Szóval azért támogatja, mert úgy gondolja, hogy a önmagában a, tehát az, hogy az emberek gondolkodnak, és szempontjaik, érdekeik vannak, különböző véleményük van a körülöttünk lévő dolgokról, az nem csak a politikában jelenik meg, hanem megjelenik egy-egy, akár single issue mozgalmakban, akár más módon, és ezt jelenti a civil társadalom, és ennyi modern társadalomban ennek is meg kell jelenni. Tehát szerintem ez egy helyes gondolat, és ilyen értelemben a nyílt társadalom, igen, az egy jó, és szerintem egy hasznos gondolat, és hasznos utópia. András? Hú, hát próbálom nagyon összefoglalni a gondolataimat, ne legyek túl hosszú. Szóval először is abba a Gáborral én maradéktalanul egyetértek, de talán itt négyünk között sincsen vita, hogy globális együttműködésre szükség van. Tehát egész ha már össze van nyitva a világ. Így van, ezek ennyi. Azért vizsgáljuk meg azt, mert én is azt látom, hogy ha már összenyitotta a nyugat, akkor innentől már nincs visszaút, ez lehet végzetes. Én azt mondom, ennyiben a globalizáció egy ténykérdés, teljesen mindegy, hogy jónak vagy rossznak gondoltuk a folyamatot. De attól még lehet zsákutca, András. Én csak azt mondom, hogy van egy helyzet. Van egy helyzet. Az ökológiai válságtól kezdve a migráción át a számtalan olyan probléma van, amit egész egyszerűen az emberiség nem tud kezelni globális együttműködés nélkül, és ha nem kezeli, az pusztuláshoz vezet. Itt a kérdés az, hogy a globális együttműködésnek kik a szereplői. És itt jutunk el oda, amit itt a Laci elkezdett feszegetni, hogy akkor, amikor van egy többé-kevésbé államközi biztonsági konferencia Münchenbe, hogy a pokolba kerül oda egy multimilliárdos George Soros? Ahova nem hívtak meg legitim politikai vezetőket. És itt szeretnék visszakapcsolódni ahhoz, amit a Gábor mondott, csak mondom, próbálom nem nagyon bőlére ereszteni. Gábor, ott miközben én pontosan megértem a te diagnózis, vagy a te kortársaid, meg egykori harcostársaidnak a diagnózisait, hogy miért tekintettétek helyesnek, hogy George Soros például a Fidesz vidéki hálózatának a kiépítéséhez egyedülálló segítséget nyújtott 89-90-ben. Ezeket én akkor is meghallgattam, akkor se szimpatizáltam, ezt helyezzem meg. De azt is el kell mondanom, hogy természetesen a 90-es években az egész nyitott társadalom diskurzusnak én is a hatása alá kerültem, mint oly sok mindenki. Mert amikor jövünk ki egy totalitárius diktatúrából, akkor nyilvánvalóan az emberi jogok, a liberális demokrácia eszméje az egy ilyen frissítő levegő. Van egy közvetlen összehasonlítási alapunk az államszocialista totalitárius diktatúrához képest. Csak azért eltelt 3 évtized, és szerintem most már jó volna a nagy képet vizsgálni. Egyrészt ahogyan nem hiszem el azt a kormánypropagandának, hogy George Soros ül a párnázott ajtók mögött és az afrikaiakat terelgeti Európába, ugyanúgy a másik mesét sem hiszem el, hogy George Soros egy kedves filantróp bácsi, akkor még nem is volt annyira bácsi, aki nekünk csak szabadságot akart. Fenét. Ugyanúgy a soft power része volt, ahogyan most Samantha Power által megtestesített intézmény is a soft power része. Egyrészt a rendszerváltás, Gábor, egyáltalán nem volt egy sikeres projekt, csak nem akarom itt szétverni az adás kereteit. Tehát ebben más a véleményünk. Az, hogy békés volt... Majd beszéljünk ezt egy adásban, mert én rendkívül alkalom, sikeresnek csak tartom. Az, hogy békésen ment végbe, az azért volt, mert a hatalmi eszközök szinte kizárólagos birtokosa az akkor kialakuló nomenklatúra burzsoázia, illetve az adósságcsapda miatt a hitelezőink, ha úgy tetszik az új gyarmatosítók között, volt egy érdekegyezés, és ez az érdekegyezés azt kívánta meg, hogy evolutív módon menjen végbe ez a rendszerváltásnak nevezett folyamat. Ez ezért volt békés. Ezért volt például, ezért nincsen a mai napig akta nyilvánosság Magyarországon. De az a először is, amiről a 90-es években beszéltünk nyitott társadalom címén, annak semmi köze ahhoz, amit ma George Soros hirdet. Semmi köze. Akkor, amikor a
államszocializmus, most csak egyetlen példát mondjak, hogy az államszocializmus egészségügyi rendszerében egész egyszerűen olyan, hogy betegjogok, hogy a beteget tisztelettel kezeljék és fölvilágosítsák arról, hogy egyáltalán mi a baja, ez ismeretlen volt. Ehhez képest előjönni azzal, hogy egyáltalán léteznek olyanok, hogy betegjogok, meg nem lehet valakit élete végéig megfosztani a cselekvőképességétől, ezek forradalmi eszmények voltak. Most egészen másról szól a diskurzus. Én csak azt ajánlanám a figyelmetbe, hogy milyen érdekes az, ha beleveszem a 80-as éveket is, és itt egy lábjegyzet, hogy én nagyon remélem, hogy azért egyszer a nem túl távoli időben talán az is feltárásra kerül, hogy amikor George Soros elindítja az Open Society Foundations-t Kelet-Európa felé, a hidegháború kellős közepén, még a Brezsnyev éra végén, akkor biztos, hogy ezt nem saját szakállára tette. Hogy ott milyen összjáték volt a hivatalos Amerika és George Soros soft power-jek között. De amit mondani szeretném. Hát az amerikai titkosszolgálat. Amit, én ezt nem tudom, te lehet, hogy többet tudsz. Nem tudok többet, okay. Csak hát... Bár jegyzem meg, Máté P. Gyulának még a halála előtt megjelent munkái azért eléggé revelatívak voltak. Ne, technikai nem tudod szerintem máshogy működni, erre utaltam. Persze, ennek kapcsán egyébként visszatérhetnék ahhoz a kérdéshez. Ahova ki szeretném lyukadni, Gábor, hogy az elmúlt 40 évben az Open Society Foundations, itt legalábbis a Kárpát-medencében, munkás önszerveződéseket, vagy őshonos kisebbségek mozgalmait. Az én tudomásom szerint lehet, hogy utóbbit egyébként, amikor a román fellazítás ment a 80-as évek végén, lehet, hogy igen. De mondjuk a 90-es években már azokat se támogatta. Tehát érdekes módon a projektnek egész egyszerűen nincs a fókuszában az, hogy olyan szövedékeket támogasson, amelyek így vagy úgy, de ellenállást jelenthetnek a globális nagy tőke nyomulásával szemben. Én az imént is arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy a társadalmak szétverésének a politikája, a társadalmi identitásoknak a cseppfolyósítása, az nem pusztán ilyen megkövesedett konzervatívok felháborodását váltja ki. Ez a folyamat és ez a politika például a 19. században illedő munkás mozgalmat a lét alapjától fosztja meg. Mert mitől? Azok a melósok, akik Magyarországon mondjuk a szakszervezeteket elkezdik szervezni a 19. század végén, azok mitől találnak egymásra, hogy van szakmai szolidaritás? Ezek az emberek úgy marxisták. Például az én ükapámnak Lasszál könyvei mellett ott volt Szűz Mária. Andrés, és ezeket a szövedékeket szedi szét. Ez elég ez világos, amit mondasz. Hadd mondjak erre két szót, mert szerintem nem biztos, hogy ebbe az irányba érdemes elmennünk most, de mert egyébként ezek abszolút érdekes témák, de azért szerintem nem feltétlenül Soros Györgynek a munkásságát érdemes megvitatnunk, de, azért, persze, hogy de annyit azért hagyd tegyek ehhez hozzá, hogy egyébként amíg a Soros Alapítvány tevékenykedett Magyarországon, ugye ez a 90-es években fejezte be, a 90-es évek végén fejezte be a tevékenységét, ugye amíg tevékenykedett, kisebbségi mozgalmakat számtalant támogatott, szakszervezeteket támogatott a 80-as években, az összes független szakszervezeti törekvést támogatta, és mindenhol ez volt a Soros alapítványoknak a policia, és utána azért fejezték be itt a ténykedésüket, egyébként erre itt van is valamelyik cikkben utalás, mert hiszen az volt a felfogás, hogy azokban az országokban, ahol demokrácia, stabil demokrácia jött létre, ott nincs feladat. Ott megyünk tovább. Ami maradt, az egyébként a Közép-Európai Egyetem, ugye a Soros Alapítványból, illetve amire te hivatkoztál, a Nyílt Társadalom Alapítvány, ami különböző programokat csinált meg ezekbe az országokban. Tehát ez egy széleskörű támogatása volt a demokratikus intézményhez. Most már 89-ben össze is lehet hozni ezt a két dolgot, mert ugye a következő témánk az USAID magyarországi újbóli megjelenés, és Samantha Powerrel. Tehát itt ezek a dolgok, amit mondtál, most már nyugodtan belekeverhetjük ezt is. Nem, tehát nem. Én a részletekben nem szeretnék elbeszélni. Szóljatok már, hogyha hozzászólhatunk. Ez fontos, igen. És pont ahhoz kapcsolódnék, Laci, amit te itt felvetettél a Müncheni konferencia kapcsán. Addig, amíg a 90-es években teljesen egyértelmű volt például a totalitárius rendszernek a jelentése, hogy attól totalitárius, mert ezt az igényét a közhatalmon keresztül fogalmazza meg, akkor, amikor Laci pont, amit mondtál, legitimáció nélküli emberek pusztán azért, mert ők gazdagok, úgy gondolják, hogy ők osztják a lapokat a nemzetközi fórumokon,
Bocsánat, de ez is egyfajta totalitárius berendezkedés, de ez a pénznek. De most én egyetértek vele, tehát én azért sem szólok ehhez hozzá, mert én ezt a látletet, amit te itt rögzítettél, az szóljatok is, de azért hagyd tegyen már hozzá, ugye ez már több egyszer elhangzik a legitimáció nélkül ember. Miért ne hívhatnának meg bárkit egy konferenciára? Azt hívnak meg, akit akarnak, hogyha van olyan ember, aki egy jelentős vagyonnal rendelkezik, és egy komoly hálózatot hozott létre, mondjuk a nyílt társadalmat támogassa, hívják meg. Ha van egy kiváló tudós, egyébként, ahogy meg szoktak hívni sokakat, ugye a Hararitól kezdve Fukuyama és mások mennek ezekre, az ilyen fórumokra előadásokat tartani. Miért ne? Miért ne mennének? És mi a legitimáció? Ki választotta meg őket? Ezek butaságok szerintem. Ha beemelnénk ebbe a beszélgetésbe, akkor kiderülne, Gábor, hogy miért van ennek jelentősége. Mert az a világ, amiben élünk, az döntően a narratívák globális, permanens globális háborújának a világa. Ha van egy olyan narratívád, amelyhez ráadásul gigantikus média fegyvered is kapcsolódik, akkor emberek százmillióit tart egy teljesen hamis valóság ketrecében. Tehát amit ma átélünk, én azért szoktam globális valóságipari műveknek nevezni, és nem mondd azt, hogy ennek legalábbis a veszélye nem világos számodra is, igenis létezik egy olyan, és azért lenne érdemes talán ebben a beszélgetésben még visszatérni ahhoz, hogy van-e világkormány, amire te kézből tromfoltad, ahogy mondani szoktam, hogy ez összeesküvés elmélet, amely fogalmat egyébként szintén ez a nem létező világerő talán hát ki pontosan annak érdekében, hogy eleve megbélyegezzen mindenki. Trükkös, persze, nagyon ügyes mondhatni, tehát én egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon ügyes megoldás. Egy valamit azonban ajánlanék a figyelmetbe, és mindenkinek, aki tagadja azt, hogy létezik ez, a László ki is mondta, hogy szuperstruktúra, talán nem így mondtad ki, tehát ugye az államok feletti, és javarészt alapvetően ellenőrizhetetlen szuperstruktúra. Akkor nevezzük így elegánsabb. Én nem mondtam globális, ezt, de így van. De globális, olyan globális hatalmi szuperstruktúra, amit senki nem ellenőriz. Ő viszont mindent ellenőriz. Ehhez csak azt ajánlám a figyelmetekbe, és a beszélgetéshez is, hogy létezik egy olyan tudományág, a rendszerelméletnek az egyik leágazása, amit úgy hívnak, hogy statisztikus termodinamika. És ez azt mondja, hogy ha egy rendszer önszabályozó, akkor abban mindig a véletlen érvényesül. Ha tehát a világ, ez a 8 milliárd ember, 200 ország, benne hatalmas nagy kultúrák, mint Kína, ez egy véletlenszerűen, tehát ez egy önszabályozó, mert ha azt mondod, ha nincs ilyen rejtett szuperstruktúra, akkor ez egy önszabályozó rendszer, nem? Tehát egy önszabályozó rendszerben a statisztikus termodinamika szabályai szerint a véletlennek kell érvényesülni. De tegyük fel azt a kérdést, hogyha egy évszázadon belül gyanúsan hasonló narratívák alapján háromszor ugrasztják egymásnak a német birodalmat és az orosz birodalmat, és ezt nem én mondom, hanem George, nem Soros, hanem Friedman mondja, aki már egy 15-ös beszédében Chicagóban elmondta azt, hogy ez már a negyed, sőt, ő már nem is a harmadik világháborúról beszél, hanem azt mondja, hogy ez már a negyedik alkalom, amikor az amerikai birodalom, pontosabban ő amerikai birodalomnak nevezte, de erről a szuperstruktúráról van szó, ugyanolyan módszerekkel uszítja egymás ellen, Németországot és Oroszországot azért, mert az ő stratégia érdekeivel ez szembe megy. Tehát azért mondom, úgy topikoítottál, nem mellékes, de ez már egy teljesen másik téma. Hogy akkor most de annyiban nem másik téma, hogyha egyszer nem a véletlen érvényesül, hanem 100 éven belül gyanúsan tökéletesen ugyanazok a mintázatok érvényesülnek, akkor ugyan miért ne tételezhetnénk fel, hogy ez azért van, mert létezik egy olyan szuperstruktúra, amelynek az az érdeke, hogy bizonyos mintázatok nem hogy nem véletlenszerűen érvényesülnek, hanem pontosan ugyanúgy. Soros György beszédében is megjelenik a háború, és a háborúban a zárt társadalmaknak a bukását vizionálja. Ez az egyik, de tényleg lépjünk tovább, mert ugye már az előbb említetted te is, Gábor, vagy András Samantha Powert, ugye a USAID azért jött Magyarországra például, hogy új helyből induló kezdeményezéseket támogat Közép-Európában azzal a céllal, hogy megerősítse a demokratikus intézményeket, a civil társadalmat, valamint a független médiát, amelyek mind az alkalmazkodó képes demokratikus társadalmak pillérei. Miért kellett visszajönni? Miért van az Egyesült Államoknak ilyen felhatalmazottság tudata,
hogy azt gondolja, hogy bárhol, nem Magyarországon, bárhol a világon bárkit megtanít arra, ami szerinte jó. És itt egy pillanatra vissza kell utaljak, Gábor, itt az előbbi elvaratlan vitánkra. Szóval te azt mondod, hogy miért tartom problémának, hogy a müncheni biztonsági konferenciára meghívnak egy multimilliárdos, legyen az George Soros vagy bárki egyéb. Most túl azon, hogy én eleve kétségbe vonom azt, hogy egy multimilliárdos a mai rendszerben bármiféle erkölcsiséggel rendelkezhet. Szerintem a kettő eleve kizárja egymást, de mindegy. Ugyanígy felvethetem azt is, hogy miért probléma az, hogy George Soros vagy más multimilliárdosok, vagy a nagy cégek, a Big Tech, a Big Pharma cégei ott lobbiznak teljesen legálisan a brüsszeli irodaházakba. Azért, mert akkor, amikor valaki nem egyszerűen nagy vagyont harácsolt össze, hanem a befektetései gyakorlatilag kiszöktette a nemzeti joghatóság, értsd, a demokratikusan legitimált struktúrák ellenőrzése alól, majd utána például média befektetésekkel, például az egész valóságmagyarázatban, egyetemi rendszerben, másba történő befektetéseivel, körbe tud fonni társadalmakat, majd utána oda megy nemzetközi konferenciákra igét hirdetni, hát elnézés, de ez nem egyszerű véleménynyilvánítás, ne legyünk hipokriták. Ha egy tudóst odahívnak, persze az egy érdekesség. Na de ez tényleg egy olyan transznacionális struktúra, ami régen ellenőrizhetetlen már az emberek számára. Ennek a nevében, vagy az ezt képviselő, egy ilyen birodalmon ülő ember vagy emberek, egyenrangú felek, választott állami vezetőkkel, szerintem ez botrány, és egy dolgot biztos, hogy aláás, hogy azok, akik ezt normálisnak tartják, utána milyen alapon háborodnak föl azon, hogy a félperiféria vagy a periféria országon a helyi hűbérurak lopnak. Amit a helyi hűbérurak el tudnak lopni, az körülbelül a kávépénze egy-egy ilyen multimilliárdosnak, amikor éppen lobbizik Münchenbe vagy Brüsszelbe. Na, most hadd mondjak erre pár mondatot, mert bocsáss tényleg meg. Csak párat, mert a Laci az teljesen kivaszott. Igen. Szóval egy másik műsor. Igen, akkor tényleg csak visszafogottam, mert természetesen én ezzel nem értek egyet. Hát először is. De mivel nem érteszed, Gábor? Több dologgal is. Egy, azt hívnak meg, akit akarnak egy konferenciára, továbbra is kitartok emellett. Kettő, az üzleti világ az nem demokratikus alapon működik, tehát nem lehet számon kérni az üzleti világon. Hogy nagy baj ez. De föl sem, mert ne viccelj már. Hát azt számon lehet kérni, hogy az üzleti világ találja ki, hogy milyen legyen a demokrácia? Na most többségi döntés alapján hozzanak meg vállalati döntéseket, vagy egyebeket, ne viccelj. Ez marhaság, nem működik így. Nem működik így a gazdaság. Ez nem marhaság, ez a narratívák háborúja, nem. Gábor. Megint ugyanarról nem működik van szó. Így a gazdaság. Nem arról van szó, hogy nem értetek egyet, hanem nem azonos nyelven beszéltek, okay. Gábor. Természetes dolog szerintem, hogyha mondjuk egy jelentős és befolyásos üzletembernek a véleményére kíváncsiak, hívják meg nyugodtan, egy tudóst is hívjanak meg, hogyha az ő véleményére kíváncsiak. Szerintem ez teljesen rendben van. És egyébként a USAID-re pedig visszatérve, mert ugye te azt vetetted fel témaként, én azt gondolom, hogy a USAID ez egyébként már régebben is létezett, hozzátenem. Olyan. Tehát szintén 80-as, 90-es években is találkoztunk vele, Kennedy így van. Tehát találkoztunk itt vele, akkor is hasznos volt, hogy amikor volt a segítsége. Éppként én ebben semmi, tehát nem látok benne semmi ijesztőt, és az Egyesült Államok meg világhatalom természetes, azt gondolom, hogy próbálkozik azzal, hogy értékeket és érdekeket képviseljen, mert mind értékei is vannak, és érdekei is vannak, ez természetes dolog. Érdekei. Szerintem ez az amikor itt Közép-Európában a USAID ugye 7 milliárd forintnak megfelelő összeget akar elkölteni. Megjegyzem zárójelben, ugye vitatkozunk, főleg ugye a jobboldali sajtóban részleteket látunk arra vonatkozóan, hogy az ellenzék hogyan kapott támogatást külföldről, ami most már 4-5 milliárd körülnél tartunk, amit egy választási kampányba elköltöttek. Tehát, hogy egy régióra 7 milliárdot el akarnak költeni, nem egy óriási összeg, tehát nem kéne nagyon megijedni szerintem tőle, és miért ne próbálkozzanak szerintem nyugodtan. Én azt gondolom, hogy fölösleges itt. Ugyanazt gondolom erről a témáról, mint a Soros ügyben, itt demokráciák vannak, nagy szükség különösebben nincs rá, de hogyha ők akarnak támogatni valamit, hát támogassák, annyi baj legyen. Jó, Gábor, az az igazság, hogy engem azért lep meg, amit mondasz, mert országgyűlési képviselő voltál, miniszter voltál. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ennyire naív lennél. Tehát valami akkor nem stimmel. Az én meglátásom szerint azzal azonosulni lehet, amit mondasz, minden egyes országnak vannak saját érdekei, egy nagyobb országnak vannak adott esetben globális érdekei, és ebben ez nem következő, hogy ezt tiszteletbe kell tartanunk, nyilván van nekünk a saját érdekeink mentén kell, akár az ő
érdekeik ellenében képviselni mindezt, amit mi akarunk. Tehát, hogy valljuk be őszintén, Magyarországnak is vannak a határain túlnyúlóan érdekei. És tesz is érte, és tennie is kell érte. Azt gondolom, hogy persze ez egy kicsit más legitimációs alap, hogy mondjuk vannak őshonos kisebbségek a magyar, jelenlegi magyar határokon túl, akikért egyébként mi felelősséggel tartozunk a magyar alkotmánynak, alaptörvénynek is megfelelően. Tehát az, hogy a magyar állam az konkrétan Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken olyan támogatási akciókat hajt végre, amelyek az őshonos kisebbségeknek a önazonosságát megőrzéséhez járul hozzá, a helyben maradáshoz, egy alapvető jognak a megőrzéséhez járul hozzá, a szülőföldön való boldogulásnak és az anyanyelv használatának a jogához. Ez szerintem rendben van. Én ezt erkölcsileg elfogadhatónak tartom, de ez egy példa arra, hogy az ország a határain túlmutatóan is kifejt, vagy lépéseket tesz az érdekei miatt. Az Egyesült Államok ezt az egész világon megteszi. Szerintem morálisan az ő pozíciója erősen megkérdőjelezhető, főleg, hogy olyan dolgokba avatkozik bele, ami már durván egy országnak a belügye, és azért azt látjuk, hogy számos esetben olyan civil szervezeteket használ föl, vagy civil szervezeteknek álcázott szervezeteket használ föl, amely mögött nyíltan, vagy kevésbé nyíltan titkosszolgálati manipulációk és tevékenység is meghúzódik, és ezeknek a tevékenysége nem egyszer konkrétan kormányzati, már idegen kormányoknak a tevékenységében való beavatkozás. Adott esetben ezeknek a kormányoknak a megbuktatása. Egy országban a politikai struktúraváltás kialakítása a célja. Tehát azért ez egy olyan dolog, amit egy kölcsönös tisztelet és együttműködés szabályozott nemzetközi keretek között nem lehetne megtenni. Tehát és én azért furcsálom azt, amit itt előadtál, mert nem hiszem el, hogy te nem láttad azt, hogy milyen célokkal és milyen konkrét szándékokkal léptek fel ezek a szervezetek. Szerintem az Andrásnak abban igaza van, hogy a 80-as években a hidegháború kellős közepén amerikai konkrét politikai támogatás, vagy adott esetben titkosszolgálati háttér nélkül nem tudott volna így idejönni a soros Magyarországra. Na most az a legitimációs kérdés, amit az elején feszegettem, és ami tulajdonképpen kettőtök között egy érdekes vitát alakított ki, én is azt gondolom, mint András, hogy bizonyos esetekben, mint hogy van átjárás a politika mindennapi gyakorlata és a társadalomtudományok között, meghívhatnak jelentős társadalomtudósokat egy-egy konferenciára. Na de ha jól értelmeztem ezt a müncheni konferenciát, ez egy olyan biztonságpolitikai konferencia kívánt lenni, amely a jelenlegi rendkívül feszült nemzetközi helyzetben a szomszédunkban zajló háborúnak az árnyékában akart arról gondolkodni, hogy milyen irányba mehet úgy a világ, hogy jobb forgatókönyvek érvényesüljenek a lehetséges legrosszabbaknál. Na most oda meghívják Soros Györgyöt, de a Ukrajna szomszédjában élő magyarságnak legitim képviselőit, vagy akár egy magyarországi társadalomtudós, hogyha nem akarják ott látni a magyar politikai vezetőket, azt nem hívják meg. Szerintem ez nincsen rendben. Még ezt akkor tovább fűzve, és azért mégiscsak ezt a vitát is tovább fűzve, tehát hogy mennyire van rendben, hogy ott van egy multimilliárdos spekuláns egy államközi fórumon. Szóval Gábor, a vita szerintem alapvetően ott van köztünk. Most túl azon, hogy én abban, hogy valaki világhatalom, én abban nem tudok belenyugodni, mert ez a jelenség, amit te úgy érsz, hogy világhatalom, azt úgy hívják, hogy imperializmus, én meg antiimperialista vagyok. Tehát ez valóban ez a narratívák küzdelme. De lényegre. Szóval, ha valami ma egy fontos globális együttműködési téma kéne, hogy legyen, az így úgy legitimált, de még, vagy nem legitimált, de mégiscsak létező nemzetállamok között. A globális együttműködésnek fontos témája kéne legyen az ökológiai válság, a migráció mellett, vagy a globális igazságtalanságok felszámolása mellett, az pontosan az elszámoltatható kapitalizmus megteremtésének a kérdése. Tehát az, hogy a nemzeti joghatóság, sőt az Európai Uniós joghatóság alól kiszabadult tőkekoncentrátumokat, többek között különböző médiaholdingokat, platform szolgáltatókat, hogyan lehet a nemzeti joghatóság, vagy éppen az uniós joghatóság alá visszaszuszakolni. Ez egy kulcskérdése ma a világnak.
Most akkor, de amikor... ezt egy megoldható kérdésnek tartom. Én nem azt nagyon komolyan kérdettem, hogy valóban megoldható lenne. Most én érzem úgy, hogy egy picit te vagy naív ezekben a kérdésekben, hiszen pont azt... De hogy jöhetett volna létre ez a hatalom koncentráció, ha meg tudnád fékezni? Tehát azon már régen túl vagyunk, hogy megfékezni. De addig biztos, hogy nem tudjuk megfékezni, amíg a együttműködésre ítéltetett államok vezetőinek a kezét ott fogják szinte fizikailag is ezek a tőke érdekeltségek. De fogják, hát na fogja, de, jó, fogja, de, hát, jó, de, mert fogja a ilyenek a helyzetnek. Azt, hogy én ezért hát, tartom problémásnak azt, hogy az, de hogy nem lesz fogja akkor, András? Tehát, bocsánat, hogy ebből a fogságból, hogy jó, de hogy beszélek. Én pusztán csak azt vetettem fel itt a Gáborral vitatkozó, hogy azért tartom problémásnak, hogy akár George Soros, de tőlem hívhatják azt Elon Musknak, bárkinek, vagy a BlackRock képviselői, vagy a Pfizer képviselői, ott vannak különböző európai irodaházak folyosóin, vagy a müncheni biztonsági konferencián, mert nem azt mondtam, hogy a probléma megoldható. Azt mondom, hogy az egyik legfontosabb sorskérdés ma az emberiségnek, hogy hogyan lehetne elszámoltathatóvá tenni a kapitalizmust. Hogyan lehetne elszámoltatni ezeket a tőkekoncentrátumokat. Úgy erről tanácskozniuk nemzetállami képviselőknek, hogy közben pedig ott bratiznak ezeknek a tőkekoncentrátumoknak a legnagyobb részvényeseivel, ez nonsens, ez így valóban illúzió. Jó. Igen, csak én csak annyit tennék hozzá, az előbb kérdeztem, és bocsánat, hogy a szabadba vágtam, hogy akkor hogyan jöhettek volna létre, tehát ha már egyszer létrejöttek, tehát a dolog számomra teljesen evidens, ha ez a szuperstruktúra, mert végül is ez az, a kereskedelem a pénz és a média fegyverével, mind a három egy közvetít fegyver valójában, mind a három. Laci, és ezeknek a fegyverével létrehozták, de ha egyszer létrehozták, szerinted, és nincs ellenerő, hát ez pontosan ezt látjuk, és a világ éppen azért van végzetes helyzetben, azért van abban a helyzetben, hogy a külső természet, ezt én úgy szoktam megfogalmazni, ami az ökológiai válság, és a belső természet, mert az legalább olyan lepusztult állapotban van, a lelki, erkölcsi, szellemi süllyedése mindenféle híreszteléssel szemben, sajnos Gábor, tudomásul kell venni, hogy ma a világ szétroncsolja a külső természetét, ökológiai válság, és szétroncsolja a saját belső természetét, lelki, erkölcsi, szellemi belső természetét, de az a probléma, hogy ez egy kifutott leves. Ez annak a valaminek, ami egyébként csak a 19. század óta nevezi magát kapitalizmusnak, de legalább 600 éve létezik, mondjuk a fuggerekkel már valójában ez teljesedik ki, de ennek a létmódnak ez a lényege. Hát, de ez a létmód pontosan tudnélik, van egy központi kategóriája, ez nem más, mint a profit. A profit pedig nem fér össze az élettel. Tehát ez most tök mindegy, lehet bélyegezni marxistának, meg akárki, a profit nem fér össze az élet logikájával. És azért pusztít, és azért nem fér össze a logikájával, mert amit kimutatsz profitként az üzleti könyvekbe, az csak azért mutathatod ki, mert rejtett létsebek vannak mögötte, részben ökológiai, a külső természet kifosztásából keletkezik. Az a probléma, hogy minden profit, ami az elmúlt 600 évben létrejött, az csak azért jöhetett létre, mert externália, ezt el is nevezte, így hívja nagyon elegánsan a közgazdaságtan, tehát olyan, amit át tudtál hárítani másra, és ez a rendszer kizárólag addig működik, amíg van újabb kifosztható erőforrás. Ez még nagyon sokáig eltarthat. Néhány perc van hátra a műsorban, mert 52 perc. Lenyűgözve figyeltem ezt a vitát, hihetetlenül élveztem. De azért ne engedjük már el, mert ugye Gábor, te az elején mondtad, hogy milyen fontos volt a demokrácia kiépítése szempontjából Soros Györgynek az itt léte. Samantha Power itt van, és a demokrácia kiépítéséről beszél a USA-d. Mi történik? Hát valójában teljesen más a céljuk. Hát ezt nyugodtan ki lehet mondani. A narratívák csatája. Igen, csak hát az ő narratívájuk. Nem fogja megmondani azt, hogy mit az akar. Az ő narratívájuk az, hogy Magyarországon demokratikus deficit van, amelyet helyre kell állítani, és ez a narratíva. De ez a narratíva, ez tökéletesen találkozik azzal a jelenlegi kormányellenes narratívával, ahogy egyébként le akarja járni a magyar kormányzatot. De nem, ez nem jól látom. Dehogy is nem, és a valóságos cél pedig az, hogy politikai változásokat érjenek el, ez már minden eszköz bevetnek. Tényleg igaza van a szlovákoknak, amikor azt mondják az egyik újságcikkben, egy szlováklap, hogy színes forradalmat akarnak próbálni. De lehet, hogy ez túlzás, de gyakorlatilag a forgatókönyv ismert. Hát megcsinálták Ukrajnában. Majdan. Viktor Nuland személyesen osztogatta a pozíciókat, Kijevben. Elnézést, engedjetek meg, hogy két mondatot hadd mondjam. Kevés idő van. Szóval az egyik, hogy szerintem, ezt a Lacinak akartam előbb mondani, az András szerintem arról beszélt, hogy ugye
létrejön egy társadalmi jelenség, ha létrejön, akkor akarja a jog szabályozni. Tehát akkor lép be a jog, és ő erről beszélt szerintem, és ez igaza is van, szerintem e tekintetben, mert én szerintem, vele, csak és bocsánat, már hogy, tudja hogy a sok vita mellett valami közöset találjak, szerintem ebben a mai beszélgetésben láthatóan bizonyos kérdésekben nagyon mást gondolunk, de abban egyetértünk szerintem, hogy ilyen szabályozásra szükség van. Persze. Jogilag megoldható, ez egy gyakorlatilag nem lesz. Egy közös pont, rögtön egy közös pont a másik, viszont ebben nem csak jobb lett volna, ha nem süllyedt volna a világ. Ebben viszont olyan értelemben nem fogunk egyetérteni, hogy erre mondtam, Laci, szerintem azért nem látod jó a dolgot, mert nem Magyarországról van szó pusztán, hanem a közép-európai régióról. Tehát itt általában közép, mert ugye ebben minden Szlovéniától kezdve Szlovákia, Csehország, Lengyelország benne van a USAID-nek a most elindított programjával. Tehát itt arról van szó, hogy a Közép-Európában akarnak egy lökést adni a civil szervezeteknek, sajtószabadságnak, stb. Az Egyesült Államok részéről. Én az előbb elmondtam, hogy én ezt feleslegesnek tartom, a soros példából kiindulva, mert itt minden sajátosságunkkal és nehézségünk együtt demokrácia van, mi meg tudjuk ezt oldani. De ha ők ezt így gondolják, nincs okunk ettől félni, hát ez egy minimál program éppen, ezt nem, mondtam ez el. Jó, de ez nem félelem kérdése, ez egy demokratikus elv kérdés, hogy a magyar kisebbséget a szomszédországokban. Azt gondolom, Magyarországon demokrácia deficit van, ezzel nekünk magyaroknak van dolgunk, de fel nem tudom fogni, hogy ehhez mi a bubánatos köze van az Amerikai Egyesült Államoknak. És az, amikor egy idegen állam akarja egy másik országnak az egyébként még oly létező és valós belpolitikai problémáit megoldani, az alapvető demokratikus legitimációs András, kérdéseket felvet. András, mondanám, hogy mi köze van hozzá. A gázvezeték felrobbantása ugyanis egyértelművé tette, hogy a német-orosz együttműködést akkor is szét fogjuk rombolni, ha ti a fejük tetejére álltok. És ez azért lényeges, ez egy szimbolikus aktus, mert az elmúlt 33 év a rendszerváltás rendszerei, ebben a köztes Európa, szerintem ez a helyesebb kifejezés, a német és az orosz birodalom közötti köztes Európában az elmúlt 33 év, ezt mindnyájan tudjuk, a német-orosz kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködésre épült. És ez és az, amit Amerika nem akar, és itt a vége, ha lerombolta a gázvezetéket és ezt az együttműködést, akkor ez azt jelenti, hogy lerombolta a rendszerváltás rendszereit. Az összes rendszert, az a térség összes országába. László, jó volt a végszó. Köszönöm, hogy eljöttetek. Lenyűgözött ez a beszélgetés. Két hét múlva folytatjuk. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. A rendszerváltozás után több mint 30 évvel sem jutott nyugvópontra Vass Albert irodalmi történelmi megítélése. Személye miért lehet a mai napig vitatárgya? Az Ez itt a kérdés következő műsorában. Erre keressük majd a választ. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Yeah.